A magyar diafilmgyártó vállalat bemutatja Kassák című diafilmjét. Tihanyi Lajos olajfestménye a fiatal Kassákról 1918-ból. Ha ennek a szónak, pionír, van valami értelme, azt elsősorban Kassák Lajosra kell alkalmazni. Szerencsére számára a művészet soha nem jelentette a szellemi csavargások egyszerű kalandját, hanem a biztonságnak egy elemét, mint egy új tartalmat fogalmazva meg, írta róla Michel Szöfor, festő és művészettörténész. Érsekújvár a múlt század végén. 1887-ben születtem Érsekújvárban. Történelmi múltú mezőváros volt, 12 ezer magyar és szlovák nyelvű lakossal. Az apám laboráns volt, az anyám mosónő, rokonaim vasutasok. Gyermekkoromban iskola kerülő voltam, később megszerettem a fizikai munkát. Kedvem tellett benne, hogy a nyersanyagot sajátos formára funkcionáló tényezővé alakíthatom. Kassák segédlevele. Egyre nagyobb távlatokra lettem kíváncsi. Az egész világot szerettem volna megismerni, s egy napon, mint csavargó, elindultam Párizsba. 1919-ben láttam először Apollinaire-t, Sandrart, Picasso-t, és mindazokat, akik akkoriban tollal vagy ecsettel az egeket ostromolták. Picasso, Spanyol nő legyezővel című festménye. Első novellás kötete, 1913. Irodalmi működésemet versekkel kezdtem, de könyvberendezésük előtt már egy kötet novellám, Életsiratás, és egy regényem, Misilló királysága vált ismerté. Első verses kötete, 1915. Mi nem a sápadt tespedést, hanem a vidám akciót tartjuk a költészet szülőjének. Minket nem a szomorúság csókolt homlokon, hanem a soha meg nem elégedés kergeti a vérünk. Világnézetünk és temperamentumunk harcra, és a harcban vezetésre predesztinál bennünket. A TET című folyóirat első száma. Az imperialista világháborúban Magyarországon ez volt az egyetlen lap, amely az aktív antimilitarizmust hirdette. Vallás elleni lázításért, hadi érdeket veszélyeztető tendenciájáért törvény elé hurcoltak bennünket. S végre is kétszeri elkobzás után a TET-et egyszerre s mindenkorra betiltották. A ma törekvése, a nemzetközi életbe belekapcsolódva, korunk eszéhez és érzéseihez szóló új művészetek kultiválása és propagálása. A ma című folyóirat Bartók száma. A ma első három kiállításának katalógusa és Hevesi Iván, a futurista, kubista és expresszionista festészet című könyve. A modern festők a ma felé fordultak, és itt kellő támogatásra találtak. A ma című folyóirat első világszemléleti különszáma, 1918. A Gárai forradalom első napján különszámot adtunk ki a mából, amelyben kiáltványt írtunk a kommunista szovjet köztársaságért. Kassák eposza a Magyar Tanácsköztársaságról. E kézirat az 1919-es esztendő történetét mondja el költői képekben, és új műfaja a szimultán kollektív történetnek. Ajánlása? Az új költőknek ajánlom. Legyenek könyörtelenek a jóságukban, és gondoljanak a lemészárolt emberekre, akik a magyar földek és vizek alatt fekszenek. Ma vérző nagy rózsákkal a homlokukon. Részlet Kassák egyik 1922-ben írt képverséből. Nem csak én változtattam hangot a költészetemben, hanem az emberek milliói is hosszú ideig fejvesztetten álltak, szívükben a szörnyű megpróbáltatások emlékével. A ló meghal, a madarak kirepülnek.
Közel 600 soros önéletrajzi költeményem foglalja magában költészetem legtöbb furcsaságát és legjelentősebb értékét. Tartalmi és formai konvenciók nélkül tárulkozik az olvasók elé. Az 1919-es forradalom után a bécsi emigrációban folytattam a lap szerkesztését, kiadását olyan nemzetközi modern gárdával, amely párját ritkítja. A ma 1925. évi színházi zenei számának címlapja. Címlapterv a Bauhaus antológiához. Lapunk az avantgárd mozgalmak egyik leghosszabb életű, s ennek következtében egyik legjobban ismert folyóirata volt. Így válik érthetővé, hogy a németországi Bauhaus fölvette programjába a Die Arbeiderma Gruppe című kötet kiadását. 1922-ben hírt kaptam róla, hogy az új orosz művészek Berlinben megrendezik első európai kiállításukat. Vonatra ültem, hogy jelen lehessek annak a tárlatnak a megnyitásán, amelynek anyagáról már hallottam, amelynek annyira kívántam tüzetes megismerését. A berlini orosz kiállítás katalógusa. Címlapját L. Lisicki tervezte. Képarchitektúra. Első képeimet képarchitektúráknak neveztem. Nem véletlenül vagy önkényesen, hanem mert ezek a képek az architektúra törvényei szerint valósultak meg. Egyensúly állapotukat nem a szimetria, hanem a helyes súlyelosztás, a nagyobb és a kisebb, a stabil és mozgó formák, a jól irányított színpárok határozták meg. Képarchitektúra. Társadalom szemléletem, művészet filozófiám szerint az építők csoportjába tartozónak érzem és vallom magam. Meggyőződésem, hogy alkotásaim a rendet és igényességet sugallják. Képarchitektúra. Formával, színnel, vonallal dolgozom, mert kizárólag ezeket tartom a festői mondanivaló adekvát kifejezési lehetőségének. Épületterv 1921 körül. A képarchitektúra azt hiszi magáról, hogy ő egy új világ kezdete. A képarchitektúra igazából nem is a szobában akar elhelyezkedni. A képarchitektúra maga a szoba akar lenni, maga a ház akar lenni, sőt, a te legszemélyesebb életed akar lenni. A modern technika, új építészet és új képzőművészet egymással hatása, vagy úgy is mondhatnám, egymás egészséges megtermékenyítése, a szemmel látható valóság. Reklámépület 1922 körül. A német expresszionisták folyóiratának egyik száma Kassák metszetével. 1924-ben a berlini Der Sturm galéria állította ki új anyagomat. Festményeim, reprodukciói, művészeti cikkeim már a legkülönbözőbb nyelvű avantgárd folyóiratokban jelentek meg. A holland konstruktivisták folyóirata. Kassák és Moholy Nagy László híres művészeti antológiája. Amellett, hogy írtam és festettem, Moholy Nagy Lászlóval megszerkesztettük az új irányzatok első összefoglaló antológiáját az én bevezető tanulmányommal, borítéktervemmel és több mint 100 reprodukcióval. Kassák 1926-ban Budapesten megjelentetett verses és tanulmánykötete. Íme hát egyszerre voltam író, festő, szobrász, tipográfus. Egyvé láttam az életet, és egyforma lelkesültséggel reagáltam a minden irányból felbukkanó jelenségekre. Tipográfia a Tisztaság könyvének előfizetési ívéhez. Fontos tehát, hogy egy könyv tipográfiája a közvetítendő anyaghoz mérten tárgyilagos, könnyen felfogható és egész megjelenésében hatásos legyen.
A jó könyv tárgyszerű és anyagszerű alkotás. Jellemzője a gazdaságosság, a tartósság, a könnyen előállíthatóság, a közlésre szánt részek előtérbe helyezése, és ezáltal az olvasó vagy néző munkájának megkönnyítése. Kassák címlapterve. Szórólap 1928-ból. A mikorunk reklámtípusa, amit egyre inkább az elemek összhangja, a markáns egyszerűség és a technikailag könnyen előállíthatóság jellemeznek, nem esztétikai célkitűzéssel, hanem a tárgyilagos erőjegyében és az emberiség fejlődésének irányvonalában halad. Plakátterv 1926 körül. A jó reklámnak ez az elementáris egyszerűsége és tisztasága az, ami megállít bennünket egy-egy pillanatra, az utca lármás és tarka tömkelegében. Fotomontázs. A fotomontázs úgyis, mint önálló és úgyis, mint alkalmazott művészet, alig néhány évi kísérletezés után megtalálta fejlődésének szabad útját, úgy a mindenkori napi élet, mint a legmagasabb ideálok felé törekvő élet, a művészet területén. Feleségem az én egyetlen barátom. Soha nem voltam bele szerelmes, de szeretem, mert ő tiszta üvegből van, és úgy szól, mint a legfinomabb acélpenge. Kassák fotókompozíciója önmagáról és Simon Jolán előadó művésznőről, 1924 körül. Simon Jolán budapesti estjének műsorlapja, 1924. Simon Jolán rendszeresen ellátogatott Magyarországra, mert ellene nem volt elfogadási parancs, s gyakran szerepelt a különböző párthelyiségekben, kultúrtermekben. Nem egyszer illegális ma esteket rendezett, s magyar és külföldi avantgárdisták műveit adta elő. 1926 őszén érkeztem meg Budapestre. Két hónappal később, 1926 decemberére már meg is jelentettem új lapomat, a dokumentumot. Az volt az elgondolásom, hogy bécsi munkásságomat folytatom. A Dokumentum című folyóirat borítólapja, Kassák tervezése. A munka, művészeti és társadalmi beszámoló másfél évvel a Dokumentum megszűnése után az 1928. szeptemberi számmal indult. E másfél év után egy az eddigiektől teljesen eltérő műfajú lap jelentkezett. A tény dokumentálásra épülő új lap Kassák tervezte címlapja. Önéletrajzi regény 1927-1934. A borítólap a szerző alkotása. Ezekben a könyvekben egy ember családi, munkás, szerelmi, művészeti, szociális és háborús életéről van szó. Nem regénysorozat, hanem az én, a te, az ő mindennapi életének valósága. 17 regényt írtam az egy ember életén kívül. Valamennyiben komor emberi sorsok és társadalmi viszonyok, helyzetek szövődnek egymásba szocialista szemléletem keretein belül. Mondani valójuk a szenvedésekből, a megalázottságokból fakadt lázadás, a világ megismerése utáni vágyakozás. Regényeinek borítólapjai Kassák tervezésében. 1939-ben megjelent verses kötete. Úgy tartják, a viharban hallgatnak a múzsák. Azért is zengjen a lanti, szóljon a furuja, gyilkos napok és gyászos esztendők végtelenjében porladjanak el kedves halottaink csontjai, de akik élnek még, jó kedvel viruljanak. Versek 1940-ből. Amíg így új verseim kötetbe rendezésével foglalkozom, mindinkább megerősödött bennem annak a hite, hogy amíg ezeket a költeményeket írtam, ha a felületes szemlélő előtt alig is mutatkoznak bennük vonatkozások napjaink aktuális dolgaival, nem a harcnak fordítottam hátat, hanem a magam módján,
az élet végső kérdéseinek megfogalmazásán fáradoztam. Folyóirat 1947-ből, Kassák szerkesztésében. Lapunknak nem kívánunk körülhatárolt irányzat vagy szűkebb értelemben vett csoportjelleget adni. Mindazokat szívesen látjuk, akik hivatottak az alkotásra, az igazság, a béke és a szociális fejlődés nevében kívánnak szólni. 1960. februárjában franciaországi barátaim Denis René modern galériájában rendezték meg a kiállítást. Saját tervezésű plakátja az 1960-as párizsi kiállításához. Családtagok című olajfestménye 1962-ből. Mindaz, amit fél évszázad alatt magamba szedtem, amiért és amivel olyan kitartóan küzdöttem, most beérett eredményként szinte kicsordult belőlem. Belső életem harmóniája izzott át a színek vörösén, feketén, szürkéjén, kékjén, sárgáján, fehérjén. Látom magam körül, valamint saját műveimben is látom, hogy a konstruktív szemlélet nem kallódott el az esztétikumban és pszichológizmusban. A harang te érted is szól című olajfestménye. Kiállítási plakát. Hosszú évek mellőztetése után 1967-ben került ismét sor önálló kiállításának megrendezésére. Lássátok hát a szívet, amelyben egy új rend gerendázata épül. 1963-ban kiadott verses kötete. A könyvborító a szerző munkája. Az én költészetem nem az álmok kusza burjánzásából, hanem a geometria szigorú rendjéből születik. Lefejti a gyümölcs héját, megszerkeszti az alaprajzot, térbe állítja a tárgyakat, eltakarja a múlt romjait, s egy szebb jövőt ígér. 1964-ben megjelent verses kötete. Szétosztottam magam, és megbonthatatlan maradtam, elszántan, fegyelmezetten, a kemény nyersanyaghoz hasonlóan. Kassák saját tervezésű verses kötete a modern festészet nagyjairól. Első mondatomban leírom, hogy örömmel foglalkoztam ennek a szűk keretek közé szorított könyvnek összeállításával, és türelmetlenül várom, hogy kikerüljön a nyomdából. Olyan voltam, mint az évszázados fák. Lekopasztottátok ágaimat, és megszülettek új rügyeim. Olyan voltam, mint a bazaltkő. Széthasogattatok, és megsokasodtam. Poszthumusz verses kötete 1968. Borsos Miklós, Kassák Lajos. Valahol a világ végére került, mintha egyedül élne a földön, mintha nem is a földön élne. Mély szemei összezárt szája mögé bújt. Ez lennék én? Istenemre mondom, ez vagyok. A filmet összeállította Csaplár Ferenc. Fényképezte Ház András. Lektorálta Vadas József. Szerkesztette Fehér Judit. Szövegét elmondta Dallos Szilvia és Bőzsöny Ferenc.